Ákos után Nagy Gábor, zenélés után pedig vízisport. Üdv itt a kihelyezett stúdióban a Szent István napokról Nagy Gáborról, a Vízisport Egyesület elnökével beszélgetünk, mégpedig azért, mert tegnap ért véget a 10. jubileumi Óvár Evezős Kupa. Hát hogy vagytok? Ki tudtátok pihenni magatokat? Köszöntelek és tévénézőket, és én úgy gondolom, hogy én jól magam ki tudtam pihenni magam. Elég húzós hétvége áll mögöttünk, annál is inkább, mert szám szerint 150 futam jött le ezen az 500 méteres pályán, és rekordszámú nevezés érkezett, és nevezés mellett zajlott a verseny egész hétvégén, 38 versenyszámban, és 10 egyesület részvételével. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó sikeres rendezvényt zártunk. Ugye ez nem csak evezős verseny volt, hanem tehetségnap is. Ez egy Európai Uniós projekt kereteiben valósult meg. Ez miért volt fontos, és mit tett hozzá a rendezvényhez? Így van. Ez egy, tehát nálunk elindult egy utánpótlás nevelési központ, és egy pályázat, uniós pályázat által, és így a tehetséges gyerekeinket tudtuk versenyeztetni hazai környezetben, és egy kicsit belcsöppet tudtak csöppenni azok a gyerekek is, akik amúgy egész évben nem versenyeznek velünk így a versenyzőkkel, de azok a gyerekek is, akik ebben az évben kezdtek el sportolni, azok is egy kicsit le tudtak csöppenni a versenyzés légkörébe. Két napig tartott a rendezvény, az első nap egy kicsit hosszabb volt, több mint 90 futam volt, a második napon pedig 60 futam. Szerinted a nézőknek melyik volt izgalmasabb? Én úgy gondolom, hogy az első nap mind a szervezőknek, mind a nézőknek izgalmasabb volt. Méghozzá azért, mert ugye eleve szervezőknek, hogy beleférünk-e az időbe, és tényleg 6 órakor be tudjuk-e fejezni a versenyt. Illetve a versenyzőknek pedig több versenyszámba lehetett indulni, illetve hát színesebb volt, mert volt sárkányhajó verseny is, nyárbisúszható sárkányhajó verseny, ahol is 6 amatőr és leigazoló csapat vett részt és versenyzett. Említetted, hogy 10 csapat volt jelen a versenyen, de nem csak országos, hanem nemzetközi verseny is volt egyben. Szlovákiából érkezett 2 csapat. Fontos ez nekünk, hogy itt legyenek külföldön is versenyzők, vagy ők már a színvonal miatt maguktól neveznek az ilyen versenyre, mondjuk nem Budapesten van, hanem úgymond egy vidéki városban? Én úgy gondolom, hogy már azért is, hogy Mosonmivára jöhetnek, tehát szeretnek itt versenyezni. Mind a 2 szlovák klub Szintaváról érkeztek, ugye meg Pöstjénből, de mi is ugyanúgy szívesen megyünk el hozzájuk, akár ergométer versenyre, akár vízi versenyről lévén szó, hogy tél folyamán, illetve a tavasz folyamán voltunk náluk is, és mi is visszahívtuk őket, és szívesen jönnek el a rendezvényre, nagyon szeretik. Több érem lehetőség van a gyerekeknek, tudják ők is versenyeztetni a kicsikorú gyerekeket, tehát a 10-11-12 éves srácokat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy örömmel jönnek hozzá. Tudatos ez a kapcsolatépítés? Terveztek esetleg más irányú, más országok felé is lépni a Vízisport Egyesülettel? Én úgy gondolom, hogy ez tudatos nálunk. Ugye kezdtük a Somorjai Kajakkenu klubbal, aztán folytattuk a szlovákoknál a 2 két klubbal, tehát a Szintava, illetve a Pozsonyi klubbal, illetve hát ugye több kapcsolatunk van osztrákoknál is, Ausztriában, ugye a mostani pályázatunk által, akár itt a burgerlandi, lajtamenti kapcsolatra gondolok, illetve hát a Fertőtavon is vannak egyesületek, amikkel kapcsolatban állunk. Nézzük az Óvár Evezősnek az összesített pontversenyét, mert ugye minden ilyen versenyen készül ilyen is vastagon, tehát több mint 500 ponttal, majdnem 400 ponttal többet szerzett a hazai rendező csapat, mint bárki. Ennyit számít a hazai pálya, vagy ennyivel jobbak voltunk mindenkinél? Én úgy gondolom, hogy mi mindenkit elindítottunk, aki él és mozog, és tényleg mindenkit tudtunk versenyeztetni, kicsitől nagyig, akik kevésbé érettek még a versenyzésre, de azért bekapcsolódhattak ebbe a dologba. Én úgy gondolom, ezért létszámmal, hát majdnem 80 óvári versenyző állt rajthoz, tehát amúgy normál versenyen 35 és 40 létszám között indulunk általában, illetve hát nagyon jól felkészültek a csapataink. Jó szoros bajnokságot követően volt egy kis pihenőnk, kicsit feltöltöttek a versenyzők, és egy új, a verseny előtt egy másfél-két héttel kezdtük el az edzést újra, és egy nagyobb lendülettel, nagyobb habitussal tudtak becsatlakozni ismételten az edzésekbe. Roppant sikeres a verseny volt, gratulálok hozzá, és remélem lesz még belőle majd 20. is, és akkor is ilyen sikereket tudunk majd beszélni. Nagy Gábor, köszönöm! Köszönöm szépen!